Évzáró tárlattal és vásárral búcsúzik az óévtől a Kanizsai Képző és Iparművészek Egyesülete. 19. századi Facebook, restaurált Biedermeier portékból nyílt kiállítás a Képzőművészetek Házában. Az emlékek őre, könyvajánlónkban a népszerű ifjúsági regényt mutatjuk be. Köszöntöm Önöket, ez a Karc, a Kanizsa TV kulturális magazinja. A hagyományokhoz híven kiállításra búcsúzik az óévtől a Kanizsai Képző és Iparművészek Egyesülete. A helyi kötődésű alkotókat tömörítő szervezet ezúttal azonban egy újdonsággal is előrukkolt. Az évzáró tárlat egyben karácsonyi vásár is, amelyen a város művészet pártolói számos érdekes darabot találhatnak. Az Egyesület tagságának nagy része képviselteti magát az Ősz András galériában látható expón. 15 alkotó, tehát 15 egyedi hangvételű, utánozhatatlan stílus emlékezteti a befogadót arra, Kanizsa kortárs művészeti kincsestára roppant gazdag. Melega István Tiamér kezében az optika ecsetté alakul. Mint mondja, azért alkot, hogy jól érezze magát a világban, és valami maradandót tegyen le az asztalra. Műfajban fotók, de technikájában és koncepciójában inkább képzőművészeti alkotások, mert több képnek az összeúsztatásával készülnek. Nem beszélve, hogy a gondolatvilág az, mivel alkalmazott grafikus a képesítésem, eléggé meghatározó, tehát koncepcionálisan előre megvan szabva az a lehetőség, amiben élek, amiben aztán elkezdem a munkát. Az mindig adva van, az a kérdés, hogy hol jár az ember, merre jár, milyen impressziók érintik, de általában nézem, mivel nem vagyok tínézser, mire hozzákezdek a képhez, addigra már kész van. Tehát szellemileg kész az anyag, csak be kell fejezni. A művésznek tavasszal Nagy Kanizsa kultúrájáért kitüntető címet adományoztak a Városnapi Díszközgyűlésen. Mint mondja, jól esett neki az elismerés, úgy érzi, párciumi születésűként is számít a jelenléte a kanizsai kultúrkörben. 2016 annyit adott, hogy megvagyok még mindig az élők sorában, ezt egy kicsit humorosan fogom fel, mivel nem ma születtem, hanem 1935-ben, tehát az érettség is már 60 éven túl van. Sajnos az osztálytársaik, ahogy a 30-an voltunk, már 6-an léteznek belőle. Tehát minden nap egy ajándék részemről. De nézze, az ember úgy van vele, hogy egyszer jön a világon, és egyszer befejezi, hát ez az élet rendje, más is ugyanígy van ezzel a gondolatvilággal. Ami meg az adventet illeti, hát ugye ez a várakozásnak az ideje, az ember csak jót vár, a rosszra próbál nem gondolni, és valahogy egy kicsit eltöszítni magától. Én jól érzem magamat a magam belső világában, próbálok a külvilághoz is úgy azonosulni, hogy senkit ne sértsek meg. Tehát ennyi az egész. A karácsonyi kiállítás a látogatóknak is alkalmat teremt kreativitásuk kiélésére. Domina Zsóka képeinél például kedvükre váltogathatják a festményeket és a kereteket. Ez egy interaktív kiállítás, végül is azt gondolom, hogy a művészekre jellemző a kreativitás, meg hát ez úgy kérés is volt az Egyesület vezetőségétől, hogy próbáljunk meg kreatívak lenni, hát én most így gondoltam a kreativitást. Tehát azt gondolom, hogy
Az életben én fontosnak tartottam mindig a kereteket. Tehát bármilyen dolognál legyen egy szabályos keret, amiben beleillenek a dolgok. Na most a keretek ugye általában adottak, de szerintem sokkal jobb, ha az ember saját maga szabhatja meg a kereteket, és ezért gondoltam azt, hogy itt vannak ezek a kis picinyeim, a mostanában többet dolgozom, mióta már nyugdíjas vagyok, és itt vannak ezek a képecskék, meg itt vannak a keretek, és mindenki kipróbálhatja, hogy hogy néz ki, saját maga választhat esetleg hozzá keretet. Na, kivegyük ezt a képet? Biztos. Vagy hagyjuk? Lehet, hogy furán hangzik, hogy az ember ennyi idősen azt mondja, hogy még mindig keresem magamat, megkeresem azt a módot, azt az utat, de újabban szeretem ezeket az ilyen stílusú képeket, amikor tehát montázzal, kollázzal, vagy ilyen strukturális felületeket, gesztusokat lehetővé tevő anyagokkal dolgozom. Főleg most ilyen képek vannak itt. Rajztanári diplomája van, pedagógusként azonban csak 15 évig dolgozott Domina Zsóka. 2016 meghozta számára azt a régvárt lehetőséget, hogy még több időt szentelhet az alkotásnak. Többet festettem, na ehhez hozzájárult az, hogy sikerült kialakítanom olyan feltételeket, tehát egy kis műteremszerűt egy lakás egyik szobájába, ami lehetővé teszi, hogy többet dolgozhassak. Szól a zene és dolgozom. Az egyesület tagjainak az ötlete volt tulajdonképpen az, hogy ez most egy ilyen vásárral vagy vásárlással egybekötött dolog. Hát azt nem tudjuk, hogy ebből mi valósul meg. Inkább úgy kell felfogni, mint egy gesztust a város közönsége felé, hogy lehet vásárolni képeket. Tehát ami itt van, az most valóban az volt a megállapodás, hogy olyanokat adunk le, és hozunk ide, amit el lehet adni. Úgyhogy ez az alapkoncepció, de azt én nagyon meglepődtem azon, amikor együtt láttam az anyagot, hogy ennek ellenére azt kell mondjam, hogy nagyon jó színvonalú, tehát nem leadtak a színvonalból, hanem inkább ezen még egy kicsit emelt is, tehát egy elég jó színvonalú anyag jött össze, színes, változatos, van a sejemképtől, a fotografikáig, az olajtól, az akrilig nagyon sokféle, és szerintem jók ezek a munkák. Nekem is tetszett így egybe látva. Nem akarok kiemelni senkit sem, mert azt kell mondjam, hogy ígéretes, biztató ez a dolog, és egy jó utat jelez számomra. Tehát én nekem, mint egyesületi elnöknek, ez tulajdonképpen arról szól, hogy sikerült az, amit amikor egy kicsit változtatni akartunk az egyesületnek a munkáján, ez az egyesületet közelebb hozta egymáshoz, és egy kicsit megerősítette. Tehát van egy olyan nívó, ami kötelez, és amit, hogyha mellettem lévő falon látom, akkor engem is kötelez. Tehát kölcsönösen adunk egymásnak inspirációt ebbe a tekintetbe. Azt gondolom, hogy ez ilyen szempontból jó úton halad, és az a másik, amit mondtam, hogy sokszínű. Tehát, hogy ezen belül nem akarunk egymásra hasonlítani. Biztos van párbeszéd, vannak olyan dolgok, amik hatnak egyikünkről a másikra. Tehát van egyfajta kommunikáció, de amit államtitkár úr is említett, tehát ez ilyen szempontból létezik, bizonyára van valami zalaiság, amit kívülálló jobban láthat a képeken, de még egyszer a sokszínűség a legfőbb értéke ennek.
félni attól fél az ember, ha egy nagy csoportos kiállításra kerül, hogy valami olyan alkotás mellé kerül, ami nem fölemel, hanem lehúz. És ez tehát a kultúrának nem a másik kultúra az ellensége, hanem a kultúra hiánya. Tehát az erő, ami az alkotásokban, alkotókban van, az inspiráló, az megerősítő. A művészet történetből egy példát. Van néhány egyműves alkotónk, sajnos ez 1800-as évekre jellemző Magyarországon, hogy Ferenczi István a szobrász, elkészítette a Pásztorlányka című remek művét, alkotását, hazajött Magyarországra, és nem volt környezete, nem volt közössége, nem volt más szobrász, és egyszerűen ellaposodott. Az életmű további darabjai nem ütötték meg azt a színvonalat, amivel indult, amit fölvetett. Szinyei Merse Pálnak a Majálisa után születtek jó képei, de nem, egyik sem ütötte meg azt a mércét. Ugyanezt történt. Tehát azt kell mondjam, hogy a művészet az a saját környezetében érzi igazán elemében magát, és ez így jó. A kiállítás megnyitóján Balogh László mondott köszönetet a művészeknek a Kanizsához kötődő életművükért, ami ajándék a városnak és az ott élő polgároknak is, hiszen a művészet a lélek megtartója, és jobbá lesz általa nem csak az, aki műveli, hanem az is, aki befogadja. Kanizsa kulturális centrum, és fontosak nekünk a művészek, akik az átlagnál sokkal érzékenyebbek, és így sokszor helyettünk is, lelküket fényesítve, kibelélegeznek, gondolkodnak, és tesznek, és érzéseket közvetítenek, és természetesen az a jó ebben, hogy mi is ezt átlényegülve át tudjuk érezni. Fontosak nekünk, ezért köszönet jár nekik. Jó esetben támogatás, bárcsak mindenki lehetne szponzor, mecénás, támogató, aki megteheti, azoknak felhívom erre a kiállításra is a figyelmet, azzal együtt, hogy nem az alkotások forint ára, amit a lényeges, hanem az az érték, az a munka, az a lélek, ami mögötte van. A kiállítás január 15-ig látogatható a HSMK-ban. Új időszaki kiállítás nyílt a Képzőművészetek Házában. A 19. századi restaurált Biedermeier portrék a Túri György Múzeum legrégebbi darabjai. A tárlat művészeti és helytörténeti értéke miatt is kiemelkedő. A Túri György Múzeum képzőművészeti gyűjteménye, a törzs gyűjtemény közel 1000 darabot számlál, és ezek közül egy meghatározó, és talán a legrégebbi réteget mutatjuk itt be, a legrégibb alkotásokat, a Biedermeier portrékat. Az elmúlt 2 évben a képzőművészeti gyűjtemény újabb és újabb szegmenseit ismerhették meg a kanizsaiak. Tudja Beáta, a történész muzeológus ezúttal a 19. század első felére jellemző Biedermeier stílusban készült portrékból válogatott. Először jött az ötlet, hogy lenne mit restaurálni, és mivel ez sikerült, sikeres volt, még idén sikerült ezt bemutatnunk. Úgyhogy először volt a restaurálás ötlete, és akkor láttuk, hogy ebből valóban gyönyörű művek születnek, új művek születnek tulajdonképpen, hiszen annyira rossz állapotban voltak, hogyha kedves látogatók eljönnek, akkor kézbe vehetnek egy-egy ilyen kis lapozgató kártyákat, és az alapján láthatják, hogy milyen borzasztó állapotba kerültek ezek a festmények, hiszen amelyekről tudjuk, hogy pontosan mikor készült, ez is 1867. Tehát körülbelül 150 év kosza tulajdonképpen az, ami rárakódott ezekre a képekre. Tehát az, amit most itt látunk, ez komoly-komoly munka eredménye, hogy most látható egyáltalán. És hát először persze olyan állapotba kellett hozni, hogy ez aztán bemutathatóvá váljék.
Fazekas Gyöngyi festő, restaurátor, művész körülbelül 2 éve került szakmai kapcsolatba a Kanizsai Múzeummal. Az együttműködés az elmúlt 1 év alatt még szorosabbá vált, ennyi időbe telt ugyanis a kiállított portrék restaurálása. A festmények nagyon rossz állapotban voltak, a felületük az erősen szennyezett volt, a festményeket hordozó vakkeret nagyon rossz állapotban volt, szuvas volt, törött volt, a festmények felületére benyomódott. A festményeket több helyen sérülés érte, átszakították, nagy szakadások vannak. A mögöttünk lévő képen vízlecsurgás volt, ami végigmosta a keretet és a festményt is, vászonig lepotyogtak róla a festékek. Első dolog, hogy újból a vásznat hordozó állapotába hozni, hogy először konzerválni kelljen, és azáltal visszanyeri azt az állapotot a festmény, ami mind amikor megfestették annak idején a festő megfestette, úgyhogy ez az első feladat, hogy az előregedett kötőanyagot, az enyvet vissza tegyük a vászonba. Mondjuk ez most már nem egy, hanem az egy modernebb műgyanta. Ez a folyamat igazából egy vákumasztalon történik melegítés hatására. Ez azért fontos, hogy a konzerválás során a meglévő festéktöredékek ne mozduljanak el, ezért kell, hogy egy vákumasztalon nyomás alatt történjen ez a konzerválás, hogy minden a helyére kerüljön, és akkor ezután a munka után felkerül egy új feszítőkeretre, és utána jöhet a hiányoknak a kiegészítése, tömítése, és legvégül az esztétikai helyreállítása, ami a festékek, ahol kiperegtek, azoknak a pótlása. A festmények fizikai helyreállítását követően még egy nagy feladat várt a kiállítás gondozóira, Kunyi Zsuzsára és Tudja Beátára. Sok kérdés vetődött fel ugyanis a képek eredetével és történetével, valamint a portréalanyok személyével kapcsolatban. Azért nem tudunk róluk, mert 1945 előtt, ami számos helytörténeti vagy képzőművészeti szempontból is fontos portré volt, a háború alatt nagyon nagy pusztulás volt a gyűjteményben, a német-bolgár csapatok megsemmisült, rengeteg könyv, több mint 1500 irat, festmény, bútor, és sajnos a leltárkönyvek és még a kartonok is. Tehát 45 után, ami megmaradt kép, semmit nem lehetett tudni, nem volt története a képeknek, tehát ezért kerülhetett Teleki László portré is úgy be 55-ben az új leltárba, hogy díszmagyart viselő férfi portréja, mert semmit nem tudtunk róla. És végre ezek az úgymond régi múzeumi anyagoknak is szép lassan a történetét talán meg tudjuk fejteni. Fazekas Gyöngyi festő, restaurátor, művész csepegtette nekünk az információkat, hogy mire gyanakszik. Esetleg volt, hogy nem látszott teljesen a szignó, hogy ki volt az alkotó. Sőt, a leltárkönyvben úgy volt, hogy például ismeretlen a művész, ismeretlen a modell. És hát, hogy ő így többet látott már természetesen festményeket, hiszen ezért több évtizede a pályán van. És amikor ő neki voltak megérzései, vagy egyáltalán biztos benyomása, hogy ki lehet az, akiről készült a kép, akkor utána néztünk mi is, és akkor valóban bebizonyosodott az, amiket mondott. És akkor így kezdett összeállni a kép. A közös kutatómunkának hála kiderült többek között az is, hogy Bátorfi Lajosnak, a 19. századi Kanizsa egyik meghatározó közéleti alakjának hogyan hívták a feleségét. A Pályer Emiliáról készült portré szintén látható a kiállított festmények között. És a sor itt még nem ér véget. Olyan fontos dolgokat tudtunk meg, kiderült, hogy Tisza István portréját, amit nem tudtunk eddig, hogy kifestette. Egyrészt a Fazekas Gyöngyi festőművész, illetve restaurátorművész segítségével megtudtuk, hogy Tiszát ábrázolja. Ami nekünk helytörténeti szempontból fontosabb, az talán az, hogy Bardóc Dezső a festője. Ő egy neves szombathelyi művész volt,
inkább a naturalista, tehát nagyon komoly portréfestészetéről vált híressé, Münchenben, Párizsban tanult, de ami nekünk fontos, az az, hogy ő éveken keresztül fiatal festőként itt élt Kanizsán, nagyon-nagyon sok helyi potentátot festett meg, Vidor Samutól a Deák Péter rendőrkapitányig orvosfeleségeket, tehát több ilyen portréját, a leírását ismerjük újságcikkekből, tehát portrét nem, ezt a tiszaképet sem, tehát pont sajnos erről a tiszaképről nem tudjuk, hogy kinek a részére festette és hogy került be. A másik, ami nagyon-nagyon fontos, az egy festő is, és a képnek is a története, tehát két szál is összefutott, az Teleki Lászlónak a portréja. A festője az egy nem csak festőember, nem művész ember elsősorban, hanem ő szobafestő, mázoló festő és fotográfus. Tehát Mikolás Samuel egy egerszegi származású, de 1850-től Kanizsán nyitott fotóműtermet, tehát ő egy fényképész, aki festési munkákat is vállal. Tehát az ő életéről is sok mindent igyekeztünk kikutatni. Amikor Teleki László öngyilkos lett, akkor országszerte gyász ünnepségeket szerettek volna rendezni, természetesen Kanizsán is. Nem engedélyezte a rendőrség. Ennek ellenére Nagy-Kanizsán megtartották a mulatságot, olyan címszóval, tehát mulatságként jelentették be az összejövetet, hogy ők a festészet előmozdítása céljából gyűjtenek, és egy közintézménynek szeretnének egy portrét. Hát azt nem mondták meg, hogy Teleki portréját szeretnék. És természetesen nagyon sokan részt is vettek a Zöldfában az összejövetelen. Sikerült is megfestetniük a képet Telekiről, de amikor a rendőrkapitány erre rájött, hogy kicselezték, akkor ezt lefoglalta, ezt a festményt, és Halis Istvántól tudjuk, hogy ezt nem a rendőrségi valamilyen raktárba, hanem a saját lakására szállította, és amikor Halis leírja, még 1916-ban is, később a 60-as években, amikor egy picit már a magyar-osztrák kapcsolatok lazultak, akkor pedig már ezt a Teleki portrét büszkén kiállította a rendőrségi hivatali szobájában, tehát nem otthon idézőjelben rejtegette. Igényt támasztanak arra, hogy megmutatkozzam. A március 31-ig látogatható kiállítás megnyitóján Le Hotelm János ajánlotta a tárlatot a megjelentek figyelmébe. Az esztéta érdekes párhuzamot vont a múlt és a jelen között. Mint mondta, a most bemutatott Biedermeier portrék olyanok, mint a 19. század Facebookja. Nem történelmi, sorsfordító hősökként, nem valamiféle világot megváltó nagy alakokként, hanem a maguk hétköznapi világában, a maguk személyességében, képmásukban, a háttér ugye ebből adódóan sokszor teljesen homogén, vagy valamilyen elnagyott interiőrben, szobabelsőben helyezve, de mindig valamilyen módon az arcokat, a képmásokat szerették volna megmutatni. Nem nagy eszméket. Nem azt, hogy ő mit hordoz, mit képvisel, mi ellen áll ki, milyen forradalmán itt vagyott, hanem azt, hogy ő létezett. Magyarországon főleg vidéken hódított a Biedermeier stílus. A feltörekvő polgárság szívesen látta magát viszont az előkelőséget sugalló, pátoszmentes képeken. A szem, az arc, az nagyon sokat elárul a modellről, és hogyha itt végignézzük a portrékat, akkor azért ez minden esetben nagyon meghatározó és kifejező. A ruházat is itt-ott, de a személyiségről leginkább az arc az, ami mindenképpen árulkodik, és én azt gondolom, hogy az itt látható portrék többségénél azért a művész nagyon jól elkapta az illető személyiségét. Lois Lórét a Kánon a gyerekkönyvírók közé sorolja, pedig az amerikai írónő történetei korántsem a könnyedségükről híresek. Súlyos és komoly témákat feszeget regényeiben, legyen szó a II. Világháború éveiről, vagy épp a távoli jövőről. Az Emlékek őre, amely egy sorozat nyitó darabja, egy disztópiát tár elénk.
Egy érdekes regényt hoztam el így karácsony környékén, vagy az ünnepek előtt. Ez egy ifjúsági regény, amit Lois Lowry írt, az Emlékek őre. Ugye azt mondom, hogy ifjúsági regény, de úgy gondolom, hogy bármelyik felnőtt olvasónak nyugodt szívvel tudom ajánlani. A történet ott kezdődik, hogy ismerünk egy települést, ahol emberek élnek, de nem szokványos módon, tehát az életük teljes mértékben le van szabályozva életkorok szerint. 12 éves korukig minden évben egy különös rituálén esnek át, mikor kapják meg az első bicikliüket, mikor kapják meg az első előgombolós kabátjukat, hogy mindig ez egy fontos lépés az életükben, és 12 éves koruktól úgymond egy külön tanács kiválasztja, hogy milyen munkát fognak életük végéig végezni. Tehát egy olyan társadalmat látunk, ami minden precízen ki van dolgozva, hogy hogyan is kell az életnek lefolynia. Úgy néz ki, hogy ezek az emberek teljesen elégedettek is ezzel a létformával. Egyetlen egy különleges ember van ebben a társadalomban, az úgynevezett emlékek őre. Tehát az nem derül ki a történetben, hogy mi is történt az emberiséggel, de viszont vannak emlékek a múltról, hogy milyen is volt az emberiség, és ez az egy ember viseli mindenkinek a múltját, tehát az embereknek nincsenek emlékeik, csak az emlékek őre vigyáz rá. És lesz egy fiatal fiú, aki ez a 12 éves ceremónián azt a feladatot kapja, hogy az emlékek őre ki fogja nevelni, mint utódját. És igazából itt a cselekmény, itt már el is kezdődik, vagy úgy tekinthetünk rá, és nagyon érdekes gondolatokat fog felvetni a szerző. Az emlékek őre elkezdi átadni az emlékeit a fiatal fiúnak. Először gyönyörű boldog képeket fog látni, hajózást a tengeren, milyen jó a napsütés, és mint a borítón is látható, az első emlék az maga a szánkózás lesz egy domboldalra. Tehát nem ismerik a havat, nem tudják mi az, hogy szánkó, nem tudják, hogy milyenek a színek. Tehát egy olyan életről beszélünk, ami élet, de igazából fölteheti magának az olvasó, hogy megéri ezt így, vagy így hasznos-e? Ugye itt most csak a boldog dolgokról szóltam. Egyszer a fiú megkérdezi, hát neki azt mondták, hogy hát ez a kiképzés, ez fájdalommal fog járni, és az őrző nem is hazudik neki, hogy igen, ez így lesz, mert olyanokat is fog neki mutatni, amik borzasztóak. És először csak kis dolgokat mutat, milyen az, hogyha eltörik valamilyen, ha leég a bőre, és sajnos utána megmutatja neki, hogy az ember igazából kegyetlen is tudott lenni, tehát megmutatja, hogy mit műveltek az emberek egymással a háborúban, hogyan bántak az állatokkal, különböző csempészek, akik csak azért leölték az állatokat, mondjuk az agyarukat megszerezik, és ezt mind-mind végig tapasztalja, és természetesen ezek nagyon fájdalmas emlékek. És ilyenkor kezd az olvasó arra gondolni, hogy igen, megbecsülik az emlékek őrét, de ez egy nagyon hálátlan feladat. És az emberek úgymond a saját felelősségük alól kivonják magukat, mert nem vállalják azt, hogy ezeket a szörnyű terheket viseljék. Igaz, ezáltal lemondanak minden szépről és jóról is, amit az élet tud adni. Érdemes azon elgondolkozni, hogy igen, tehát vágyunk a boldogságra, a szép dolgokra, de közben történnek a világban kegyetlen dolgok is, és igazából ez adja meg az egészet. Tehát nem tudunk olyan világot létrehozni, hogy csak boldogság és szép dolgok legyenek benne, annak ellenére úgy gondolom, hogy erre kell törekedni, de viszont nagyon sokat tanulhatunk a rossz dolgokból. Tehát úgy gondolom, hogy így leszünk teljes egész emberek, és a szerző megmutatja igazából, hogy milyen is az ember. És hogy
Igenis vállalni kell a tetteinkért a felelősséget. Szerintem ez a legnagyobb tanulsága, amit a szerző elsősorban a fiatal olvasóknak, de úgy gondolom a felnőtteknek is meg akar mutatni ebben a műben. A fiatal fiú egészen odáig jut, hogy már szinte el sem tudja viselni a vele történő dolgokat és emlékeket, amik rázódulnak, és merész lépésre fogja elszánni magát az egész társadalom és a jövőért, amit a jövő embereinek kell megírnia, és vállalni fogja a küldetést, de hogy ez sikerül-e, vagy sikeresen végre tudja hajtani, ezt meghagyom mindenkinek, hogy maga jusson a történet végére. Ezzel mai magazinunk végére értünk. Köszönöm, hogy velünk tartottak. Nézzenek minket jövő kedden is. Viszontlátásra! A műsorvezetőt a Diva Fashion öltöztette.